Sok szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket itt a Városi Könyvtárban. Szerintem karácsony előtt pontosan jó időzítés, mert azért már közeledik a nagy ünnep. Ez a Bibliával foglalkozó előadás, mert hogy az Új Szövetség, és különleges fordítót köszönhetünk Orbán Eszter személyében, aki eredeti nyelvből, héberből, nagyon nagy dolog szerintem a Magyarországon, nagyon kevés ember van ilyen, fordítja a Bibliát. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm, és köszönöm, hogy eljött, megtisztelt bennünket itt a könyvtárban. Tapsoljuk meg, akik itt vagyunk. Örömmel köszöntjük, és átadom a szót Eszternek. Köszönöm szépen. Én is szeretettel köszöntöm azokat, akik eljöttek, és egy kis bemutatóval készültem itt a könyv kapcsán, hogy ne csak a papír alapot nézzük, hanem kivetítve is mindenki lássa és elérhető legyen. A könyvem címe Gyöngyszavak. És van egy alcím, ami már is felkelti a figyelmünket, mely úgy szól, hogy újszövetségi szemelvények a héber fordítás tükrében. És ha egy picit jártasak vagyunk az írásokban, akkor tudjuk azt, hogy a Ószövetségre szoktuk azt mondani, hogy hát az héberül íródott, de az Új Szövetséget általában azt mondjuk, hogy hát a görög szellemben íródott, a görög hellén kultúra, és a görög szövegként ismerjük az eredetit. Azonban nagyon érdekes, mert a görög az már csak a görög Új Szövetség tulajdonképpen időszámításunk után II-III. Században kezd el elterjedni, de addig előtte ott van az a két század, amikor is a zsidók között, egymás közt héberül mentek tovább, kézről kézre az iratok. És ma már abban az egyháztudósok, teológusok egyöntetűen állást foglalnak, hogy az Új Szövetségből az első evangélium, Máté evangéliuma, az, amely eredetileg héber nyelven íródott, és majd csak később lett lefordítva görögre, és jutott el majd Európába már görög nyelven. Ez a héber szöveg azonban eltűnt, elveszett. És nagyrészt az akkori római birodalomban használatos nyelven terjedt el az írás, vagyis görögül. Így az evangéliumok már görögül mentek végig a birodalomban, azonban egymás közt sokszor és sokáig használták még az első keresztények, akiket inkább nevezzünk Krisztus követő zsidóknak, hiszen a zsidóságból nőtt ki a kereszténység. Tehát ők, mondhatjuk azt, hogy zsidó keresztények voltak, ők egymás közt a hébert használták. Aztán ez lassan kikopik. És nagyon sok időnek kell eltelni, hogy újra elővegyék azt, hogy de vajon hogyan hangzanak ezek az új szövetségi szövegek héberül? És egészen el kell jutni a 19. századig, amikor is zsidó tudósok nagy érdeklődést mutatnak az irányba, hogy a meglévő görög, római, görög és latin nyelvű fentmaradt írásokat, az új szövetséget, visszafordítsák a héber nyelvre. És ugye ez az az időszak, amikor az egyház által képviselt latin nyelv bizonyos mértékben kezd egy picit hátrébb szorulni, és elterjed az, hogy minden nemzet a saját nyelvén használja a Bibliát, szeretnének a saját anyanyelvükön beszélni, és ez az az időszak, amikor a zsidóság előtt is Európában úgymond leomlik a fal, leomlik a gettó fala, leomlik az elkülönülésnek a fala, és nyitnak afelé, hogy megkeressék ők maguk is, még inkább a héber szöveg által az eredetet. És ők is visszanyúlnak arra, hogy hát vajon az új szövetség hogyan hangozhat héberül. Annak ellenére, hogy zsidók nem csak Ószövetséget olvasnak, hiszen ekkor valóban kinyílik a kulturális nyitottság egymás vallása felé is, és igenis érdekli őket az, hogy ami eddig görög és latin nyelven volt köztudatban, az Új Szövetség, az hogy hangzik héberül. És ki lehetne a legideálisabb erre, mint egy zsidó ember,
aki ismeri a héber nyelvet, aki a diaszpórában, vagyis az európai zsidó közösségben használja a héber nyelvet, hiszen ez a liturgia nyelve, ez a tóra olvasás nyelve, ez a zsinagógai életnek a nyelve. Ki lehetne a legautentikusabb személy, ha nem egy zsidó ember, aki visszafordít héberre. És a könyvemben ennek a könyvnek az alapszövegét vettem elő. Itt láthatjuk fölül, héber betűk vannak, talán kicsit olyan feltűnő, hogy másként van írva. Ha Brit ha Hadasha, vagyis alatta az Új Testamentum. Erre alapozok, és ebből a részből veszek elő majd magyarázatokat a könyvben. Ez egy rendkívül érdekes szerkezetű könyv, ugyanis az egyik oldala a héber szöveget hozza, és vele párhuzamosan olvasható a magyar szöveg. A magyar szövegről tudjuk, hogy a Károli Féle fordítást alkalmazza, viszont hogyan jött ide ez a héber szöveg? Honnan születik? És ez a héber szöveg egészen visszanyúlik ide a 19. századig. Két ember nevét kell megemlítenünk. Az egyik David Ginsburg zsidó tudós volt, a másik pedig Yitzhak Zalkinson nyelvész, akik rendkívüli pontossággal visszafordítanak a görög szövegből, a görög, angol, német szövegeket egybevetve, visszafordítanak a héber szövegre. Ez azért lesz nagyon fontos, mert a nyelv az képviseli az adott csoportnak, közegnek a gondolkodás módját. A nyelv használatával megismerjük annak az adott kultúrközegnek a gondolatait. És ezáltal, hogy kapunk egy héber szövegű újszövetséget, sokkal inkább vissza tudunk térni a gyökerekhez, ahhoz a kultúrkörhöz, amelyben maga Jézus is tanított, hiszen Jézus zsidóként élt és tanított, és sokkal jobban megértjük azokat a parabolákat, tanításokat, amiket ő alkalmaz. Jobban érthetővé és értelmezhetővé válik. Hogyan született tehát a héber új szövetség? Így, a visszafordításból, és a héber fordítás szerepe lesz hangsúlyos, amint említettem, a nyelv használat által megismerjük a gondolkodásmódot, így aztán picit közelebb kerülünk ehhez a korszakhoz, ami a jézusi kor volt. Innen látjuk, hogy innen indulunk, ebből indulunk el, ebből a részből, és hogyha megfordítjuk a könyvet, akkor egy kis leírást kapunk a könyvről magáról, és már is azzal a kérdés sorozattal kezdődik a leírás, hogy mit jelent a tűzfoka, miért szomorodott meg a gazdag ifjú, mire utal a szálka gerenda, mit jelöl a szoros kapu, miért mi atyánk a mi atyánk, és hogyan szól a szeretet himnusza. Ezek jól ismert történetek. Mindannyiunk számára, akár hívők, akár nem hívők vagyunk, azért ezeket már gyerekkorunk óta halljuk, bekerülnek a köznapi nyelvhasználatba is, hogy na, te észreveszed a szálkát magadéban, meg a gerendát, tehát ezek a nyelvhasználatunkban benne vannak, de vajon miket jelölnek? Miért imádkozzuk a mi atyánkot úgy, hogy mi atyánk? És a szeretet himnusz is Pál apostoltól elég közismert, nem csak a templomokban hangzik el. A gazdag ifjú története is egy olyan történet, a tűfoka, a teve, ezeket azért úgy ismerjük. Jól ismert történetek, és ami különlegességét adja ennek a könyvnek, hogy egy olyan kérdés-felelet formátumot alkalmazok, ami tulajdonképpen az akkori zsidóságnak is a tanító jellege volt, és tulajdonképpen ez végvonul mind a mai napig a zsidó parabolákban és a tanításokban, hogy kérdezünk, és arra kapunk feleletet. De arra a feleletre is rákérdezünk, és egy sorozatos kérdést indítunk el, mert ezáltal indítjuk be a gondolatainkat az adott téma kapcsán, és ennek köszönhetően nagyon sokféle válasz fog érkezni. Az eszköz az a héber nyelv lesz most, ezekben a kérdés feltevésekben és a felelet megkapásokban. De ennek köszönhetően, hogy a nyelv egész más gondolati világot tükröz, rendhagyó válaszok fognak születni.
nem olyanok, amiket megszoktunk. A szokásostól igencsak eltérő lesz. És hogy hova érkezünk meg? Mi a célja ennek az egész könyvnek, ami megszületett a héber szöveg fordításából, és hova szeretné elvezetni az olvasóközönséget? 33 tanítást tartalmazó könyv a kereszténység zsidó gyökereinek az újbóli felfedezéséhez és feltárásához vezet el. Elindít egy folyamatot, és megmutatja a Krisztusban hívő ember hitének valódi alapját. Vagyis elindulunk a gyökérkereséshez, hogy tulajdonképpen honnan is jön elő Jézus tanítása, milyen szempontok szerint lehet újraértelmezni ezeket, és a célja ennek az egész könyvnek az, hogy az évszázadok alatt létrejött teológiai irányzatokat és értelmezéseket egy picit enyhítse, visszaszorítsa, és helyette láthatóvá tegye a tiszta eredetet. Azt az eredetet, amiből ugye kijön ez az egész, és azt az alapot, amely kezdete és kiinduló pontja a nagybetűs életnek. Vagyis Jézus tanai, amelyek ma már világszerte ismertek, egy olyan alapból indulnak ki, ami a zsidó alap, és ennek az ismerete nélkül nagyon nehéz értelmezni a szöveget. És ezek után, ha megnéztük a külső borítót, a címlapot és a hátlapot, akkor nézzük meg a tartalmat, hogy ez a 310 oldal miről is szól. A tartalmát tekintve három nagyobb fejezet különíthető el a könyvben, ami 33 tanítást fog összesen tartalmazni, és az első fejezet a találkozások címet viseli. Ez konkrétan olyan részekről, szakaszokról szól az Újszövetségből, ami a Jesuával való egyéni kapcsolatokról, életekről és azok változásairól ad beszámolót. Már is feltűnik egy név, amit nem nagyon használunk a köztudatban, Jesua. Ez Jézusnak a zsidó neve volt. A zsidók így hívták egymás közt. A Jézus ugye az a görög változata, de az ő valódi héber neve az Jesua volt. Tehát amikor ő elment és megszólították, akkor Jesua, Jesua, így beszéltek hozzá. A következő fejezet az életképek címet viseli. Ez már inkább Jézusnak a kollektív, az egyetemes, az általános tanításaira fekteti a hangsúlyt. Arra, amikor már nem konkrétan egy bizonyos személlyel beszélget, vagy nem egy konkrét személlyel tesz csodát vagy gyógyít, hanem általánosságban a tömeghez beszél. És a harmadik végül az útmutatások címet viseli, ez pedig Pál apostol leveleiből ismert, de újra értelmezett részeket fog előhozni. Pál apostol az, akinek az Új Szövetségben a legtöbb levelet tulajdoníthatjuk, és tudjuk róla azt, hogy ő valóban egy olyan zsidó ember volt, aki már a pogányok felé indult el, hogy vigye az evangéliumot és vigye Krisztusnak, a messiásnak a hírét. Éppen ezért érdekes lesz majd megközelíteni azt, hogy őt hogyan tudjuk úgy interpretálni, hogy egy picit a zsidó szemszögből nézzük, és nem elsődlegesen úgy, mint pogányoknak írt embert tekintjük. Akkor nézzük az első fejezetet. Az első fejezetben 10 tanítás található, és a címből nézve látjuk azt, hogy ezek mind valahogy valami személyes kapcsolathoz fűződnek, Jézus és valakivel való személyes kapcsolata. Az Immanuel, amivel kezdődik, és aztán az ötödik a sorban az Üdvözlégy Mária, szintén személyes, bár még Jézus nincs jelen, látható emberi formában, hiszen itt az angyallal való találkozás van, aki a Jézus születéséről, a Jézus megjelenéséről hoz hírt, de már hírben van, tehát már valamilyen szinten kapcsolódik. Érdekes az, hogy hogy fog majd erre reagálni például Mária, illetve ez az Immanuel, ugye a születéstörténetkor hangzik el, azt fejti ki majd jobban a könyv, hogy tulajdonképpen ez a név mit is jelent. Mert azon túl, hogy velünk az Isten, azon túl nagyon sok jelentése lesz még. Az anyám és testvéreim szintén jól ismert rész, amikor Jézust keresik
a testvére és az anyja, és aztán ő elmondja, hogy hát ki az én anyám és kik az én testvérem, hát akik hallgatják azt az én beszédemet, és az én mennyei atyám akaratát teszik. Ez is egyfajta érdekes reakció, hogy vajon hogyan reagálnak erre a testvérek és az anya, mert hogy ezt a szempontot nem nagyon szoktuk megközelíteni, és hogy valójában mit jelent az anya és a testvér szó a Héberben. A Járja vizen tipikus történet, a templomfalakon is, illetve oltárképeken is nagyon sokszor van, amikor Péter elindul a vizen jár, mert hogy Jézus is a vizen jár. Mit jelent a víz? Hogy tudott egyáltalán Péter menni? Hogyan kell ezt az egész közeget értelmezni? Mi a hajó? Milyen kontextusban történik ez az egész jelenet? Ezt vizsgálja jobban egy picit a szöveg, és megint a héber nyelv vet használja fel erre, és egész más gondolatmenete lesz a történetnek. És hát a gazdag ifjú és a tűfoka, erre majd később visszatérek, Jesu és a bar micva. Na, itt megint van két olyan fogalom, ami ismeretlen előttünk. Hát a Jesuát már tudjuk, hogy úgy hívják, de mi ez a bar micva? Ez egy zsidó tradíció, amikor is a 12-13 éves fiúkat úgymond felnőtti avatják. Nem kell semmi rosszra gondolni, tulajdonképpen megfelel, azt hiszem, a protestáns használatban a konfirmációnak és talán a katolikus közegben a bérmálásnak, amikor már olyan vallási jegyeket vehet magához, illetve vallásilag felnőttnek és érettnek tekinthető az ifjú ember, hogy teljes értékű gyülekezeti vagy közösségi tagnak számít. A zsidóságban is a bar micva erről szól, a zsidó fiú ifjúvá érik, és teljes értékű taggá válik, és hogyan is jön ez össze? Hát ez nem más, mint a 12 éves Jézus a templomban. Ez az a történet lesz, és azt fogja majd kifejteni, hogy tulajdonképpen miért is került oda a 12 éves Jézus a templomba, mire készült fel, hogyan tudott ő az írástudókkal vitatkozni. Elsőre ez olyan furcsa, hogy egy kisgyerek vitatkozik, aztán ha belemegyünk jobban a kultúrtörténeti háttérbe, akkor látjuk, hogy annyira nem is volt furcsa, és mi ennek az egésznek a háttere. A Gadarénusok földje, egy rendkívül érdekes helyen vagyunk, Palesztinában, nem zsidó területen, nem lakják a zsidók, mégis Palesztina része. Talán ismerős az evangéliumokból a gadarai megszállottnak a története, akit meggyógyít Jézus, és a gonosz lelkek belemennek a disznónyájba, és azok lemennek a tengerbe, és meghalnak. És ezt is egy olyan aspektusból mutatja be, hogy nem elsődlegesen a karizmatikus csoda és a gyógyulás lesz a hangsúly, hanem megvizsgáljuk azt, hogy honnan jött ez a gadarai, milyen közegből, és egész másként fogjuk látni az ő helyzetét, hogy ő mitől lett ilyen beteg. 12 év, az pedig a Jairus 12 éves lányának a feltámasztásáról fog szólni. Zákeus, ismét egy jó kis téma, nagyon érdekes kontextusba fog kerülni. Nem elsődlegesen a bűnös ember megtérése lesz a hangsúly, hanem mit jelentett a vámszedő, mi volt az ő feladata, valóban utált volt-e, valóban gonosz volt-e, valóban bűnös volt-e, vagy pedig egyszerűen egy beleszorított helyzetbe kerül, a római uralom fennhatósága alatt van Palesztina, gondoljunk erre, önkényesen lett-e, önként választva lett-e Zákeus az, ami, vagy ő ráerőltették azt, hogy azzá kell lenned, és hasonló kérdéseket vett föl. És a békesség néktek, ez pedig a feltámadott Jézus első szavai a tanítványainak. Mi a békesség? A zsidók mind a mai napig így köszöntik egymást, shalom. Mit jelent ez a békesség? Sokkal több ez, mint az, hogy béke veled és legyünk egymással puszipajtások. Ezt tárgyalja. És már is látjuk, hogy ha csak ezt a párat elővesszük, hogy mindig olyan kérdéseket tesz föl, ami egy egészen más aspektusból kérdez. Nem a megszokott kérdés, nem a megszokott kép tárul elénk, nem az az interpretáció, amiket általában szoktunk hallani, akár templomokban, akár más előadásokban, hanem pont az ellenkező oldalról, amit nem nagyon szoktunk megkérdezni, amire úgy nem nagyon figyelünk föl, olyanokra szeretné ez a könyv felhívni a figyelmet.
A következő fejezetben, igen, még nem ugrunk, hanem nézzünk akkor meg egy ilyen jellegzetes példát, amit említettem, hogy később kitérek rá, az ez. A gazdag ifjú és a tűfoka. Minden egyes fejezetből majd szeretnék egy picit elővenni, hogy lássuk, hogy milyen különbségek adódnak. A gazdag ifjú. Először ugye az emberben az a kép jön, a történet elolvasásakor, hogy a gazdagság az a jó mód, a vagyon, hiszen a történet is ezt tükrözi, hogy hát jön a gazdag ifjú, ő mindent megtesz, ő a jó gyerek, és amikor meghallja Jézustól azt, hogy hát menj és add el a vagyonodat a szegények közt, akkor megszomorodik és elmegy. És úgy jön át az üzenet ebből a szövegből, hogy azért szomorodik meg, mert a gazdagságától nem tud elválni, és aztán ugye még ezt alá is támasztja nekünk a Károli fordítás, mert azt mondja, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába átjutni, tehát ki van zárva, hogy gazdagok bemehetnek az Isten országába. De mi ez a gazdagság? És ott az alcímben jeleztem is, hogy ez a gazdagság a zsidó gondolkodásmódban és az ottani kultúrkörben elsődlegesen a szellemi gazdagságra vonatkozik, ami azt jelenti, hogy az ember törekedik a tökéletesedésre. Ez a tökéletesedésre való törekvés pedig nem más, mint abban a kultúrkörben, szintén a zsidóságon belül, ez nem más, mint a Tórának az ismerete, az írásoknak az ismerete, Isten szavának az értelmezése, tehát egy olyan lelki-szellemi gazdagságról van szó, amely nagyon sok esetben maga után vonza azt, hogy igen, az embernek vagyona is van. Hiszen, hogyha valaki egy bizonyos intelligencia felett van már, és mondjuk tudós ember, vagy kutató és írásmagyarázó, abban az időszakban, az bizony általában vagyonos is volt. Tehát tehetős volt, megtehette azt, hogy erre legyen ideje, erre legyen lehetősége, stb. Nem elsődlegesen a pénzhajhászás a gazdagság a zsidó gondolkodásban, hanem sokkal inkább gazdagabbnak nevezi azt, aki ilyen jellegű, tehát tudásbeli, ismeretbeli gazdagsággal rendelkezik. Ha ilyen szempontból nézzük azt, hogy a gazdagnak nehezebb bemenni az Isten országába, akkor egy érdekes kontextusba kerül már is a szöveg, és nagyon érdekes lesz a héber fordítás, mert azt fogja mondani, hogy könnyű a tevének áthaladni a vétek, vagyis a tökéletlenség gödrének az útján, mint a gazdagnak bejönnie az Isten királyságába. Hát itt a vétek, meg tökéletlenség, meg gödör, miről van szó, min halad át az a szerencsétlen teve? Na nézzük meg, hogy mi a teve. Hát ne arra gondoljunk, hogy a nagy puputeve átmegy azon a kis vékony tűfokon, ugyanis a héber nyelv mindig képekben beszél, rendkívül sok képet használ. És nem elsődlegesen arra a képre kell gondolnunk, ami a szó első értelmezésében a kis agyunkba beugrik, hogy jön a puputeve, hanem a teve szó egy olyan háttérrel rendelkezik, ami egy igéből származik, azt jelenti, ez a gamál szó, hogy érlelni, megérlelni, gyümölcsöt hozni. Valami felnövekedik. A növekedésnek is a szimbóluma ez. Valami felnövekedik. És aztán ennek a gyümölcstermésnek könnyebb úgy véghez megtörténnie, hogyha ezen a vétek gödrén halad át. Hát mi ez a vétek gödre? Ez a tökéletlenségre utal, a hétköznapi hibákra, a csetlésekre, botlásokra. Vagyis, mi történik itt? Milyen értelmezésben kellene egy picit jobban megvizsgálnunk ezt a szöveget? Jobb, hogyha valaki tökéletlen, de cselekvő, gyümölcsöző életet él, mint az, aki tökéletes, de elméleti az élete. És így a gazdag ifjú története egészen átkerül egy teljesen más értelmezési módba, hiszen nem a vagyon lesz az akadály, hogy bejusson valaki az Isten országába, hanem az lesz az akadály, hogy valaki nem cselekszi az isteni dolgokat, hanem azt mondja, hogy ő tökéletesen él mindent elméletben.
vagy hogy ő ismeri a 613 parancsolatot kívülről, de nem cselekszi, és nem adakozik a szegénynek, és nem megy, és nem segíti a társát, és hogyha az úton lát valakit, ott hagyja. Lásd, samaritánus történet. Tehát az lesz a hangsúlyeltolódás, hogy cselekedd, inkább tökéletlenül. Inkább úgy, hogy jaj, én ezt nem is ismerem, hogy hogy van megírva, vagy hogy hogy van a Szentírásban, de érezd azt, hogy tenned kell, ha valaki rászól, segítesz, ha valaki olyan helyzetbe keveredik, hogy jobbá tudod tenni az ő életét, megteszed, a cselekvésre hívja fel a figyelmet, és nem a gazdagságra, a földi gazdagságra. A cselekvés hiánya az, ami megakadályozza a tökéletes embert abban, hogy bejusson az isteni királyságba. Ez a cselekvés rendkívül hangsúlyos lesz a héber szövegben, és magában a zsidó gondolkodásban is, ami sajnos az évszázadok során a kereszténységben úgy jött át, hogy elég a hit, elég a jó érzés, és a cselekedeteket nagyon sokszor a háttérbe szorítja, sok esetben, nem mindig, de itt most hangsúlyos lesz a cselekvés, és a héber szövegben szinte mindenütt. Aztán az életképek, a következő fejezet, ami ugye említettem, hogy inkább már egy kollektíve tanításról szól, ami a tömeghez szól. Itt részletezem benne, hogy mi az evangélium. Az evangélium szava egyáltalán hogy került ide, hiszen az evangélium az egy görög szó. Na de hát hogyan értelmezik ezt zsidó kontextusban? Kik a boldogok, ugye jól ismert a lelki szegények, akik sírnak, stb. Vajon ez a zsidó értelmezés szerint mit jelent? Mi atyánk, közismert. És hogy miről szól a böjt? Aztán a ma holnap, az a mindennapnak megvan a maga baja című, és ne aggodalmaskodj a holnap miatt, mert hogy van mai napnak baja, vajon tényleg az aggodalmaskodásról van ez szó, vagy valami másról. Szálka gerenda, amit ugye említettünk, ez is egy érdekes példája lesz annak, hogy ha a szavak mögé nézünk, ugyanúgy, mint a gazdag ifjúnál, hogy a szálka és a gerenda az nem szó szerint az a kis szálka, és nem ez a gerenda, amit az oszlop vagy tartó oszlop lesz, hanem valami egész más. Kérni, keresni, zörgetni, ez szintén ugye az a jól ismert kérjetek és adatik nektek, keresetek és találtok, de miért ez a szöveg jelenik meg? Mit kell kérni? Valóban kérni kell-e? Valóban keresünk-e? És a szoros kapu. Ugye menjetek be a szoros kapun, mert tágas az, az az út és az a kapu, amely a halálra visz, de keskeny az az út és szoros az a kapu, mely az életre visz. Vajon milyen kapuról beszél egyáltalán? És tényleg fizikálisan kell értelmeznünk azt, hogy tágas és keskeny, és tényleg csak a rosszak vannak a tágason és a jók a keskenyen. Ennyire nagyon szétválasztja, vagy valami egész másról van szó. A homok és a szikla is a jól ismert történet a példázatokból, amikor a bolond homokra épít, az okos pedig a sziklára. Ezeknek is megvizsgálja kicsit a héber eredetiét, mi a neved. Ez pedig a 12 tanítvány nevének az értelmezése lesz, hogy ugye itt a zsidóságban minden névadás valamire előre mutatott. Tehát nem véletlenül nevezték el úgy a születő gyermeket, ahogy, mert látták ebben a jövőjét, hogy vajon mi lesz ezzel a gyerekkel. Nagyon sokszor olvassuk az Ószövetségben is, és az Újszövetség elején, az evangéliumok elején, hogy és nevezd a nevét, nem csak Imánuelnek, hanem akár Jánosnál, Keresztelő Jánosnál, nevezd Jánosnak. Vagy az Ószövetségi részekben is van az, hogy és nevezd így és így, tehát Isten megmondja konkrétan, hogy hogy kell nevezni. Ez nem véletlen. Érdekes, mert ez a 12 tanítványnak a nevét fogja felvázolni, és a végén ott a kérdés, hogy mi a mi nevünk. Nem feltétlenül az Ilona Katalinra kell gondolni, hanem vajon van-e olyan név, amivel tudunk azonosulni. Meghasonlás fegyvere, ez a jellegzetes jézusi ellentmondások, hogy nem békességet hoztam, hanem fegyvert. Na de hát a másik, meg ugye pont az előbb olvastuk, hogy úgy köszönti a tanítványait, hogy békesség néktek.
nagyon sokszor feltűnik az evangéliumokban, hogy mintha teljesen ellent mondana magának Jézus, ezt az ellentmondás fogja ez feloldani. A fáradtság, ez szerintem nagyon aktuális téma sajnos napjainkban, amikor Jézus hívja a megfáradtakat, hogy jöjjenek én hozzám mindazok, akik megfáradtak, vajon milyen fáradtságról van itt szó? Tényleg csak erről a fizikális leterheltségről, vagy egy egész más szót jelent ez a héber szöveg szerint? A test lámpása, ez is egy jellegzetes, a test lámpása a szem. A szemről, magáról, a szem jelképéről, a zsidó gondolkodásban miért fontos a szem? Isten szeme, ember szeme, tekintetek, ezek mit jelentenek? És amen, amen, ez nagyon sokszor elhangzik a János evangéliumában, a bizony-bizony mondom néktek. Ennek a bizony-bizony mondom nékteknek a héber interpretáció pont így hangzik. Amen, amen, ani omer lachem. Amen, amen, bizony-bizony. Ez is így egy különlegesebb kontextusból mutatja be ezt a részt. És barát vagy szolga, szintén János evangéliumában nyúlik vissza ez a történet, amikor azt mondja Jézus, hogy hát ti a barátaim vagytok, és a barát ismeri a barátját, és nem csupán szolgák vagytok. Hogyan jutunk el a barát státuszba, egy szolgai státuszból? Egyáltalán benne voltunk-e a szolgai státuszba? Miért említi ezt Jézus, hiszen annyira közeli kapcsolatban van a 12 tanítványával? Hogyan lesznek barátok, és hogyan értelmezhető ez ma a számunkra? És akkor ebből az életképekből egy részt nézzünk meg, ami nagyon közismert mindannyiunk számára, ez a mi atyánk. A mi atyánkról azt gondoljuk, hogy ez Jézus találta ki ezt az imádságot, tévedünk. Nem Jézus találta ki ezt az imádságot, hanem az, amit Jézus elmond a tanítványainak, az a, az a zsidó ima világnak az eszenciáját adja. Ugyanis a zsidóság rendkívül sok imát használ ebben az időszakban, és nagyon hosszúak az imái. És azért mennek oda a tanítványok, hiszen ugye ők azért állandóan úton vannak, és jönnek, mennek, és nem tudnak mindig, minden időben konkrét helyen imádkozni. Azért mennek oda, hogy kérjék azt, hogy taníts minket imádkozni, mert az, ami van most ima rend, úgymond, az rendkívül hosszú, nagyon sok időt igényel, és azért belegondolunk, hogy milyen közegből jöttek. Hát ugye halászat, volt ott mezőgazdaság is, tehát az ember nem tudott úgy időt szakítani. Ez az imádság, bármilyen furcsán hangzik, de szinte a kiváltságosaknak volt megengedve, mint az írástudóknak, mint azoknak, akik folyamatosan tudnak tanulni és szövegeket értelmezni, akik a zsinagógákban ott tudnak lenni reggeltől estig, de az úgymond átlag embernek nagyon sokszor erre nem volt ideje, és ezért kérik a tanítványok, hogy hát taníts minket imádkozni. És Jézus elmondja erre a mi atyánkot, ami a sok-sok imának egy gyönyörű szép egyvelegét adja, de inkább én azt mondanám, hogy az eszenciáját, mert a legszebb részek vannak kiemelve a bizonyos zsidó imádságokból, a már meglévő imádságokból, és ez fontos, hogy meglévő imádságokból emel át szakaszokat, és nem ő maga találja ki ezeket. A Károli fordításban a mi atyánk egyik része úgy szól, hogy és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. És a héber szöveg szerint ez pedig így hangzik, és nem vezetsz minket az enyészet, vagy az elmúlás kezeibe, hanem megmentesz a gonosztól. És hogyha egy picit megállunk, és elkezdjük értelmezni, akkor már is látjuk azt, hogy még az elsőnél azt érzékeljük, hogy kérés van, hogy ne vigy minket bele a kísértésbe, kérlek, ne vigy minket bele a kísértésbe, addig a héber szöveg azt mondja, hogy ő kijelentést tesz, nem fogsz belevezetni minket az enyészetbe. Egyfajta hitvallást tesz, nem is kér ráadásul. Ugye az imádságban nagyon sokszor úgy vagyunk fel, hogy kérünk, 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 aztán, ja, hogy köszönetet is kéne mondani, igen, de úgy általában kérni, kérni, kérni szoktunk, és úgy berögzült, hogyha imádkozunk, akkor kérünk valamit. De a héber gondolkodás nem ezt a típusú imádságot követi, hanem ő úgy imádkozik, hogy ő állításokat mond. Úgy mondanánk ezt a
keresztény szó használata, hogy hitvallás tesz. Ő állít. Ő nem kér az imádságában, hanem állít, kijelentést tesz, és nagyon sokszor felmagasztal, tehát magasztalásokból állnak tulajdonképpen a zsidó imák, és a mai használt zsidó ima könyvekben is, ha belenézünk, bizony a 80-90% az imádságuknak dicséretekből áll, tehát hallélokból, magasztalásokból áll, vagy ilyen kijelentésekből. Azt látjuk tehát, hogy nem kérünk, nem kunyerálunk Istentől, hanem egyszerűen tudjuk azt, hogy nem vezetsz bele minket az enyészet kezébe. Hoppá! Hát itt nem is kísértésről van szó. Tehát Isten nem is visz bele minket kísértésben, nem is visz bele minket olyan dolgokba, ami számunkra olyan helyzetet produkálna, amiben elveszhetünk, amiben elbukhatunk. Nem. Azt mondja a héber szöveg és a zsidó gondolkodásmód, hogy te minket nem vezetsz az enyészetbe bele, hanem megmentesz a gonosztól. És még az első fordításban, a Károli fordításban érzékeljük azt, hogy mintha itt egy szembeállítás lenne a két tagmondat között, hogy ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mintha ez a kettő úgy ütköztetve lenne, szembeállítva, addig azt veszük észre, hogy a héber fordítás egy folyamatot mutat, nem állítja szembe a kísértést és a gonoszt, hanem azt mondja, hogy te nem fogsz minket oda vezetni, hanem megmentesz a gonosztól. Oda se viszel. Azáltal fogsz megmenteni a gonosztól, hogy nem viszel bele az ő kezébe. Így tehát látjuk, hogy nem kérés van, hanem kijelentés, nem szembeállítás, hanem egy folyamatról beszélünk. És a harmadik rész lesz az útmutatások, amely már a páli leveleket dolgozza fel, szintén jól ismert részeket. Az egyik a szövetségnek a helyreállításáról szól, amely szövetség tulajdonképpen a kérdésfeltevésből áll, hogy vajon elmúlt-e a régi, elmúlt-e a törvény, elmúlt-e annak értelme, és ezt értelmezi még inkább, ezt állítja helyre. A szeretet himnusz, az azt hiszem nagyon sokak által ismert. A Szent Szellem gyümölcse, ez fordításbeli különbség, itt a lélek gyümölcsére kell gondolnunk, amit Pál ír, hogy a lélek gyümölcse a szeretet, a béketűrés, türelem, stb. Felsorolja ezt a 8 gyümölcsöt. Azért hoztam ezt a szöveget, hogy Szent Szellem, mert a héber inkább a szellem szót használja a lélekre. Tehát ott a ruach jelenik meg, és ha már szöveghűségről van szó, akkor szerepeljen így. A könnyűvé vált tehár, ez egy érdekes megközelítés szintén, hogy egymás terhét hordozzátok, de a szöveg szerint ez nem teher, hanem ez könnyűség. Nagyon érdekes, hogy miért mondja ezt. Az építő vigasz, ez szintén az egymáshoz való viszonyra utal, vigasztaljátok egymást. Mit jelent a vigasz? Hogyan lesz a másik számára építő ez a vigasz? És itt már sok esetben megjelenik az ember és ember közötti kapcsolat, míg az elején, az első két fejezetben látjuk azt, hogy Jézus és ember közötti, illetve Jézus és a tömeg közötti kapcsolatról van szó. Itt már sokszor Pálnál bejön, hogy egymás között hogyan viselkedjenek azok, akik ugye Jézus követők. A kegyesség és Isten félelem szintén egy olyan témát ölel föl, hogy a kegyelem az hogyan függ majd össze az Isten félelemmel. Lehet-e kegyelemben élni Isten félelem nélkül? Mi maga az Isten félelem? Ezeknek a szavaknak az értelmezését adja majd közre. Az írás tökéletes embere pedig az, hogy milyen írást is ismerünk mi. Ez Pálnak az a szava, amikor azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és tökéletes a feddésre, a tanításra, a megjobbításra. Mire lesz jó ez az írás? Mire lesz tökéletes? És hogy ezáltal az ember ennek alkalmazása által vajon tökéletes betöltője lesz-e ennek az írásnak? És a megvilágító kegyelem szintén magát a kegyelem témakört járja végig, hiszen Pálnál rendkívül erősen jelenik meg a krisztusi kegyelem. És ez nagyon erősen átjön a kereszténységbe is, a kegyelemnek a motívuma. Vajon ez a kegyelem mit jelent egy zsidó ember számára? Hogyan értelmezi
ezt a szót, hogyan értelmezték akkor ezt a szót, milyen változásokon megy végig a kegyelemnek a szava. És akkor nézzünk meg egy jól ismertet, a szeretet himnuszából, rendkívül hosszú a szeretet himnusza, talán a könyvnek a leghosszabb tanítása, és minden egyes mondat részt és szinte szót külön kiemelek és értelmezem. A Károli fordításban a szeretet himnusz vége felé járunk már, amikor azt olvassuk, hogy mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. És a Héber fordítás erre azt mondja, hogy minden dologban hűséges, megbízható, minden dologban lesi az örökkévaló akaratát, vagyis bízik, és minden dologban olyan útja a vállát teherhordásra, gondoskodásra. És itt már is megvizsgálhatunk három részt, hogy mindent hisz. Tehát azt gondoljuk, hogy a szeretet mindent hisz, hogy elhiszem, hogy majd jó lesz, hogy igen, olyan hiszékeny ez a szeretet, és éppen ezért olyan kiszolgáltatottá válik, de a hisz és a hívőségnek a Héberben a másik szava az a hűség, a hűségesség, a megbízhatóság. Vagyis a szeretet hűséges, megbízható. Nem azt jelenti, hogy mindent el fog hinni, hanem minden dologban lehet rá számítani. Hűséges lesz. Mindent remél. Jaj, hát remélem, hogy azért eljönnek majd ide egy páran. Vagy remélem, hogy majd holnap sütni fog a nap, mert nem akarok esőben menni a buszhoz. Tehát úgy remélem, de ebbe benne van, hogy nem tudom. Nem tudom. A reményben benne van, hogy nem tudom. És ebben pedig azt a fordítást látjuk, hogy minden dologban Isten akaratában bízik, és azt lesi. Na most a bizalom és a reménység között azért van különbség. Amikor megbízom valakiben, arra rá tudom bízni a dolgaimat, ha nagyon közel áll hozzám, akkor még a pénztárcámat is, de hogy bízhatok benne, tehát elmondhatok neki dolgokat, és oda tudom adni. Hát a reménybe azért annyira nem. És ez is már mutatja azt, hogy a szeretet az nem mindent fog remélni, hogy hú, majd meg fog jelenni, és valami bizonytalanságban van, hanem benne van egy nagyon erőteljes bizalomban. És hát az eltűr. Na, az tipikus, hogy el kell tűrni az apuka rosszaságait, mert mindent eltűrünk, meg anyának a hisztiét is, tehát mindent eltűr a szeretet, hát nem feltétlenül, hanem azt mondjuk, hogy minden dologban a teherhordásra oda nyújtja a vállát, vagyis kész a segítségnyújtásra. Nem elszenvedünk valamit, hanem az akaratunkkal, az odaadásunkkal, a lényünk odaadásával készek vagyunk a gondoskodásra, készek vagyunk a terheknek a hordására. És megint azt látjuk, hogy itt nem egy eltűrésről, egy elszenvedésről van szó, hanem egy nagyon aktív cselekvésről. Vagyis, ha összegezzük ezt, az utolsó részt, akkor azt veszük észre, hogy a szeretet az nem hiszékeny lesz, hanem hűséges. Nem egy bizonytalan reménye van, hanem biztos, tehát egy hite van. És nem tűrni fog, hogy minden megaláztatást el kell tűrnöm, és minden szenvedést el kell viselnem. Nem az két a hajlamú a szeretet, hanem szolgáló. Szolgáló lesz, vagyis azt jelenti, hogy cselekvő lesz, oda teszi a kezét, oda teszi a vállát, megfogja azt a széket és arrébb viszi. Tehát a cselekedetekre helyezi ismét a hangsúlyt. És ahogy az első gondolatkörben a tevénél és a tűfokánál láttuk, hogy a cselekedeten lesz a hangsúly, érezhető minden egyes tanításon a Héber szöveg értelmezésekor, hogy a cselekvés központi szerepet kap. Így a szeretet himnusz sem csupán egy ilyen éteri valami, ami megfoghatatlan, hanem bizony nagyon is cselekvő szeretetről van szó. Szeretném megkérdezni, hogy lesz a folytatás. Hát részemről nyitott vagyok, hogyha a könyvtár is majd tud biztosítani lehetőséget, akkor én nyitott vagyok a folytatásra, tehát én nagyon szívesen jövök.
Már csak azért is, mert a következő könyvem is születőben van, és annak a várható megjelenése a következő év nyara, amikor már úgy nyomdakészé válik, ami szintén új szövetségi témákat fog feldolgozni, de már egy picit másabb aspektusból, de szintén a héber szövegre támaszkodva. Úgyhogy én szeretettel nyitott vagyok erre, hogyha kijön a nyomdából a könyv, és van lehetőség a bemutatására. És akkor a további részek a Bibliából. Így van, amik nem kerültek. Így van, tehát ami most nem került bemutatásra, azok fognak. Korcső alá. Így van, így van. Nagyon érdekes. Én röviden ennyit szerettem volna elmondani. Nagyon köszönöm a figyelmet. Köszönöm, hogy... Szeretném egy ilyen őszi csokorral megköszönni. Köszönöm, hogy eljött hozzánk ezt egy gyönyörű előadásba. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm. És tényleg. Köszönöm. Nekem nagyon nagy élmény volt.